Nagyon szép, derűs, vidám májusváró, majálisváró estét kívánok, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit itt a városban, a környéken, és mindazokat széles kis hazánkban, a határokon túl is, akik a YouTube csatornán néznek esetleg minket, mert hogy vannak ennek az adásnak más városokban, más vidékeken, és legnagyobb örömünkre hódolói, tisztelői barátaink, szeretteink. Hadd ne ragozzam tovább, mondhatni akkor a Mátrától a Bácskáig mindenki legyen üdvözölve ma, így a májusnak nem is éjszakáján, amikor az orgonákat szeretnénk a nóta szerint leszedni, de estén, és komolyra fordítva a szót, ezt azért emlegetem, mert felvételről láthatják beszélgetésünket, és amikor a felvétel készül, még hétfő délelőtt van, így aztán rajtam kívül 100 öregasszony és leveli béka sem tudná megmondani, hogy milyen idő lesz május 1-én pontosan Szarvas térségében, de azért bízunk az égiek kegyében, jóságában. Ezzel együtt azért mindenkit megnyugtatok, hogy amikor önök ezt a beszélgetést látják, akkor ugye kedd van, és ha esik, ha fúj, nagyon-nagyon hangolnak a zenészek, Egri Péter és társai érkeznek 20 órától az Erzsébet-liget második körön fesztivál sátrába, és hát egy óriási sztár csapat, egy sztár formáció, 22-30-tól a táncoslábú ifjak legnagyobb örömére a Balkán Fanatik érkezik, ne felejtsék el, tehát 22-30-tól jön a Balkán Fanatik az Erzsébet Liget Fesztivál sátrában. És ennyit előzetesképpen a mai estéről, hónap pedig retro maján is lesz, délelőtt 10 órától, ha engedi az idő akkor is, ha nem engedi az idő akkor is, gondolom a baráti kör és szövetséges koalíciós társai felvonulnak a Vízi Színház parkolójától szintén az Erzsébet Liget irányába. Hát az jutott eszembe, hogy egy kedves ismerősömtől néhány hónappal ezelőtt kaptam a moszkvai vitről egy nagyon szép, nem is hadi lobogót, egy kis kézi zászlót, ha már retro majál is, hogy olyan elhozzam, vagy ne hozzam. Hát lehet, hogy azért, ha esni fog, akkor ezt a becses relikviát otthon megtartom magamnál, de mindenkit arra biztatok, hogy látogassa holnap az Erzsébet Ligetet, mert ugyebár jön például Hevesi Imre bácsi, Hevesi Imi bácsi és barátai címen, érdekes a Hevesi Imi van, amikor Mikulásnak átszázva érkezik a zenepavilonban, meg más dolgokban, de hogy itt lesz holnap is, hiszen Szarvasnak nagy barátja, és hát mindig el szoktam azt a poént sütni, hogy ugyanabban a laktanyában töltöttük, ha nem is pontosan egyszerre katonai időnket, amely már rég bezárt, de május 1-éről eszembe jutott. Ugye a János Halmi 102-es tüzér laktanya, mert éppen valamikor az idők végezte előtt, vagy kezdete előtt éppen őrséget adtam május 1-én, ott ragyogó jó időben, és dobostortát kaptunk ünnepi ebédgyanán, stb. Hadd ne ragazzam tovább, viszont arra pontosan emlékszem, hogy 30 esztendővel ezelőtt a rendszerváltás esztendejében, 89. május 1-én nagyon-nagyon hideg esős idő volt, nagyon sokan beszorultunk, a majál is megtartották, de azért a fedett helyekre, mint Halászcsárda és egyéb népigalmi helyeken beszélgettünk, borozgattunk. Nos, ennyit akkor a retro hangulatról, most pedig engedjék meg, hogy nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsük stúdiónkba Rosszék Pásztor Mariant, a Blue Gym Sport Egyesület edzőjét, szervezőjét, de maradjunk ebben, hogy edzőjét, mert hogy egy jó edzőre minden feladatkör hárul. És három ifjú hölgyet is hozott magával Marian, nagyon köszönöm. Nyilván, hogy az egyesület él versenyzői, vagy nagyon ügyes versenyzői, ezt mindjárt kiderítjük a beszélgetésben. Nevezetesen akikkel beszélgetünk a váltófutás formájában, Molnár Gréta, Márton Gréta és Illés Petra, és mutatkozz be, légy szíves a nézőknek. Molnár Gréta. És Molnár Gréta, köszönjük szépen, Gréta, hogy
Megtiszteltél minket, melyik iskolából érkeztél? A Benka Gyula. A Benkából. És akkor Mariannak át is adom a szót. Ugye a gyerekek biztos, hogy nagyon örültek, mert délelőtt van a felvétel, hogy egy kicsit felszabadítottuk az órák alól, de hát szorgalmas gyerkőcök lévén nyilván visszatérnek. Komolyra fordítva, nagy versenyek után vagyunk, versenyek előtt, és hát a nagy nyári vakáció előtt is még. Így van, a hétvégén rendezték meg a Diákolimpia döntőt Budapesten, ahol a lányok nagyon szépen szerepeltek. Igazából mondhatom azt, hogy várakozáson felül, hiszen igen, köszönjük szépen, hiszen step csapatban is a dobogóra állhattak a lányok, szinte minden iskolát képviselve, illetve még egy challenge csapatunk volt, aki ugyanúgy a dobogó harmadik fokára állhatott, és ez igazából azért is nagy eredmény, mert az ország legjobb 10 versenyzője mutatta be a tudását egy kategórián belül. Hát ez egy csodálatos dolog. És mindenki a harmadik fokára állhatott a dobogóra? Nem volt, csak szeretném, hogyha a lányok mondanák, igen, a ja, szép jó, eredményeiket. Bocsánat, igen. Az egyik start csapatunk megnyerte, a másik második helyet ért el, és challenge-ben pedig harmadikok lettek a lányok. Csodálatos. Grétának átadom a szót. Stepben mi második helyezést értünk el, párosban 5. helyezést, és egyéniben pedig 8. helyezést. Erre számítottatok, hogy ez lesz? Hát nem igazán. Nem? Akkor nem. Óriási volt az öröm. Igen. Visítottatok, vagy ugráltatok egy kicsit, hogy... Igen, én láttam. Volt örömködés jócskán, hát természetes. Gréta, ez a mostani eredmény az eddigi sportpályafutásodban mit jelent? Ez a legjobb, vagy volt még fényesebb is? Voltak már jobbak, de ennek is nagyon örültem. Hogyne, hogyne. Felkészülésben mit jelent egy ilyen ragyogó eredménynek az elérése? Hány hét vagy hány hónap munkája van benne? Hát 2 hónap körülbelül, és nagyon, kemény. Nagyon kemény edzések, odafigyelések kellenek hozzá. És Marian az edző. Igen. És nagyon kemény edző. Próbálom, a bicep méretében tényleg gondolom, hogy nagyon hajtósak az edzések. Persze, ilyenkor muszáj, főként azért, mert nagyon kevés az idő egy Magyar Kupa és egy Diákolimpia forduló között. Ugye a Magyar Kupáról igazából azt érdemes tudni, hogy ott már nem az iskolák versenye van, ott vegyesen állítjuk össze az egységeinket. A Diákolimpián meg egy iskolából kell összeraknom úgy a gyerekeket, nyilván megfelelő összeállításban, hogy tudjanak versenyezni. Ugye ez csak azért más feladat, mivel nem feltétlen biztos, hogy ugyanabban az egységekben versenyeznek a Magyar Kupán, mint a Diákolimpián. Igen. Hol zajlott pontosan helyszín szerint ez a... A Folyandár utcai sportcsarnokban volt, igen, igen, és a Vasas Aerobik Egyesület szervezésében. Eszterű. Jó feltételek mellett? Igen, igen, igen. Azért igen. Próbálnak erre mindig odafigyelni, hogy a versenyeken jó feltételeket biztosítsanak nekünk. Ez egy napos vagy több napos verseny? Ez most egy egynapos most verseny egy napos volt, igen. Akkor elég húzós lehet. Hosszú nap volt, igen. Igen, korán igen. Keltünk, későn értünk. Ja, tehát abszolút ilyen tigris bukfences kelés, és így azonnal. Van, így tehát van. Nincs ott alvás. Nem, ilyenkor sem. Nem alszunk ott. Igen. Ezen nagy versenyeknek az utaztatását hogy tudja az Egyesület? Általában a gyerekek fizetik, a szülők fizetik az úti költséget, ahol tudunk, segítünk mindig. Igen. Az önkormányzatra hát is számíthatunk. Nálam most éppen a jó időben állt, amiatt nem lévő fekete nagy kalapomon, emiatt, mert ez egy óriási áldozat ugye így van, a szülők részéről. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy egy-egy család a saját gyerkőcének az úti költségét. Így van, mi elviszük őket busszal, igen, és akkor igen, ott, amennyit igen, tudunk, igen. Persze mindig segítünk. Ez egy segítünk, külön busz, vagy menetrend szerint? Külön busszal szoktunk busszal. Menni. Igen, ez nekünk így egyszerűbb, hogy igen. Akkor megyünk, amikor szükséges, akkor jövünk, amikor végzünk. Igen. Egyébként ezeket az anyagi feltételeket önkormányzati apanásból, vagy központi pályázatokból tudják? Mind a kettő. Tehát mind a kettő. Igen, igen, próbálunk azért mindenhol így lehetőségeket találni, meg ezeket megragadni mindig, és ezúton is szeretném megköszönni Kondoros városának és Szarvas önkormányzatának azt, hogy próbál minket segíteni és támogatni. Kondoros, hogy jön a kémbe?
Kondorosról is vannak versenyzőink. Ó, nagyszerű. Így működik az egyesület. Teljes koalíció. Így van, de igen. Jó. És az egyesület elnöke pedig Kalmár Opauszki Anita, aki ugyanúgy tartja a frontot, igen. Kondoros. Nagyszerű. Így van. És akkor visszaadjuk versenyzőknek a szót. Melyik számba gondoltad, vagy gondoltátok azt, hogy egy kicsit jobb is lehetne azért az eredmény? Párosban, illetve én egyéniben is jobban tudtam volna teljesíteni, mint most. Igen, és mi volt a probléma? Nagyon erős volt a mezőny, vagy egy kicsit hosszú volt a nap? Hosszú is volt a nap, a mezőny is erős volt, meg kis izgulás is volt. Igen. Visszatérő ellenfelek voltak, vagy új arcok is feltűntek a mezőnybe? Visszatérő. Visszatérő. Hát akkor ti egy nagy család vagytok tulajdonképpen. Igen. Mi lesz a folytatásban, Mariana, menetrendje a csapatnak? Így a május 1-éről, ha szó esett, akkor mi is fellépünk. Ó, köszönöm igen, szépen. Igen, így van, igen, mert mi is ott leszünk. Ugye mostanság szoktunk úgy országosan, meg a világszerte a táncvilágnapjáról megemlékezni. Igen. És ezt sokszor azért szoktam úgy napok vagy órák szerint keverni egy kicsit, mert minden településnek ugye más a hagyománya, de Szarvason nagyon szépen, nem is tudom, táncóra vagy? Táncóra, igen. Igen. Most egy kicsit gondolkodtam, mert nagyon sok évben volt szerencsém a Békés Csabai táncsodákat megnézni élőben, és nem tudom, milyen felülném alatt. Volt olyan, hogy egész nap vagy egész délután. Ez ment át itt a táncóra. Mivel készül a Blue Jam a mai járásra? Igazából fellépünk minden versenyszámunkkal, lehetőséget kapnak a kicsik, lehetőséget kapnak itt olyan gyerekek, akik nem szeretnének versenyezni, ugyanis ez nálunk nem kötelező. Mindig de ez egy nagyon egészséges. Igen, mindig egy lehetőséget ajánlok én is nekik, hogy aki szeretne, az el tud jönni egy barátságos versenyre, nyilván ennek semmi jónak nem vagyok elrontója, tehát ki lehet próbálni így is magukat, és aki pedig ebben nem lát lehetőséget, vagy nem szeretne ezzel élni, ő pedig a fellépésekre azért rendszeresen járni szokott, így lehetőséget kap most mindenki ezen nagyon a május első fellépésen. És ugye azt jó volt hallani, hogy a legapróbbak is itt vannak, mert ilyenkor aztán jönnek a boldog nagymamák, nagypapák, nagydénék, keresztülők, angyikek, stb. És akkor mindenki örül a gyereknek, hogy ha nem is versenyez esetleg, de azért de az ő látja. Gyereke unokája, és ez a legfontosabb. Gréta, te mikor kezdted el ezt a nagyon nemes sportot űzni? Hány éves lehettél? 3,5 éves korom. 3,5 éves korodban? És hogy emlékszel erre, hogy elvittek az oviból, vagy az oviba gyakoroltátok, hogy hogy? Az óvodatársaim közül nagyon sokan elkezdték ezt a sportot, és nekem is megtetszett. Ez melyik óvodában történt? A gyakorló. Gyakorlóban. Igen. És akkor azonnal csatlakoztál. Igen. A versenyzés mikor kezdődött Grétának? Gréta nem nálam kezdett el aerobikozni, nem is Nikinél, ő Springer nézi tanénél kezdett el. Igen, igen. És igazából nem tudom, Gréti. 6 éves. Már 6 éves korodban már. 7. Igen. 6-7 éves korodban. És az eredmények aztán úgy jöttek egymás után szépen. Igen. Megítélésed szerint eddig mi volt a legnagyobb diadal, amit akár egyénibe, akár párosba elértél? A magyar kupás eredményeinkért nagyon meg is küzdöttünk, és meg is lett az eredménye, hiszen a döntőben első helyezést el tudtuk hozni. Ó, nagyszerű. Ez mikor történt? Tavaly, hát gratulálunk. Hát ez... De azért sokat kellett dolgozni. Igen. Biztos. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. Akkor további szép napot, és akkor jó időt, nagyon-nagyon jó időt a Majálisra. És egy újabb ifjú bajnokot köszönhetünk Márton Gréta személyben. Köszönöm szépen, Gréta, hogy elfogadtad meghívásunkat. Tudom, hogy nem volt nehéz, mert te is iskolából érkeztél. Áruljuk el a nézőknek, melyik iskolában jársz. A szlovákban. És ott hanyadikat járod éppen? Éppen most fejezem be majd a 8-at. Már a 8-at. Terveid? Hát majd a Vajda Péter gimnáziumba készülök. Nagyszerű, tehát akkor itt helybe folytatod Szarvason. Kedvenc tantárgyaid vannak? A testemelés, hát értelemszerűen. Na, mesélj nekünk erről a mostani szombati diadalról.
a mostani diákolimpián a csapatommal szebben első helyezést értünk el. Gratulálom. Köszönöm. Hanyadik elsőség volt ez ebben a műfajban? Sokadik. Hát a diákolimpián, és hát ebben az évben ez a második volt. Az igen. Ugye amit előtte rendeztek a keleti fordulón, azon is az első helyet hoztuk el, aminek nagyon örültünk. Ez hol volt van ilyen ez a keleti forduló? Általában Makó rendezik ja, meg. Tehát, ez egy ilyen megszokott dolog, igen, hogy igen, ők igen. Is egy nagy fellegvár a sportágnak. De Szarvas is fellegvár tulajdonképpen. Igen, igen. Igen. Egyébként mi mit rendezhettünk mostanság? Tavaly rendezhettünk kettő versenyt is, az tavaly volt, igen. Így rohan az idő. Rendezhettünk egy diákolimpia döntőt és egy magyar kupa döntőt is. Igen. És akkor már is folytatjuk Grétával. Mikor éreztétek azt, hogy meg lehet a győzelem? Hát az elején ugye mi most a diákolimpián ugye a step kategóriában mi utolsóként voltunk szólítva. És az jó ilyenkor? Hát igen, mert... Ja, mert látjátok, hogy a többiek igen, hogy mire képesek. Igen, és hogy hány pontot érnek el. És ugye néha próbálunk ahhoz viszonyítani, hogy hogy is kéne megcsinálnunk, de mindig próbáljuk ugyanazt a szintet tartani. Hány perc egy ilyen step koreográfia nagyjából? Egy perc, 20 másodperc körül vannak. Rettenetesen nehéz. Belesűríteni mindent. Nehéz, de ha így visszagondolok így a régi időkre, ahol 2 percre is kihúzódott egy gyakorlat, igen. Akkor ez már könnyebbség. Viszont egy perc, 20 másodpercben azért nagyon nehéz belesűríteni olyan. Na én erre gondoltam pontosan, hogy egy olyan eszenciát belevinni ebbe a rövid időtartamban. Igen. Ez a nem könnyű. Ez egy picit így. Igen. Kihívás mindig. A versenyzőknek könnyebbség, edzőként meg néha igen. Nehezebb, hogy még ezt is szeretnénk, azt is a másik dolgot beletenni. Gréta, te hány éves voltál, amikor ezt elkezdted? Négy. Hát akkor akkor ezeket a két perceseket még ti is csináltátok. Igen. Neked mi a véleményed? Ez a rövidebb jobb, vagy a hosszabb? Vagy... Hát a hosszabbra már nem nagyon emlékszem. Vagy az olyan rég volt, akkor felejtsük is el. Igen, igen. Többiek vidékről, Pestről, Vegyesen? Az ellenfelek? Mindenhonnan az országból voltak. Igen. Marianna mezőny megítélése, az milyen volt? Mondjuk nézzük most a zsűri szempontjából. A zsűri hogy viselkedett, hogy nagyon szigorú volt, vagy engedékenyebb, vagy... Igazából a pontozás az mindig szigorú. Tehát az mindig. Az akkor mindig. Ez korrekt dolog, mert mindig lehet. Szerintem teljesen, sőt a mostani versenyen én például nagyon éreztem azt, hogy nagyon jó az irány így a pontozás részéről. Nyilván én pálcát nem törhetek senki felett. Nem is ezért, nem. Igen, csak hogy a nézőknek legyen valami, mert ugye vannak olyan sportágok, akkor... Persze, hát ez elég szubjektív, ami igen, sportágunk igen, nagyon erről szól. Ugye nyilván ez a rossz ebben is, hogy a pontozás a sportág, tehát az adott pillanatban dől el minden. Nyilván ilyenkor a gyerekek próbálják a tudásuk legjobbját nyújtani, de ez nem mindig csak rajtunk múlik. Na most hál' Istennek így ítéltek igen, nekünk, és ez... Nagyszerű. De megérdemelték mindenféle. Gréta, hogy ez a nagyszerű diadal összejöjjön, időben plusz edzéseket kellett ezt tartani, vagy ugyanolyan edzés idején? Hát voltak. Ugye nekünk háromszor van edzés, háromszor 2 óra. Hát az elég kemény, húzós azért, mert tanulni is kéne, meg kell ugye, is. Kedden, pénteken és szombaton is. Szerintem ugyanolyan kemények voltak az edzések, mint eddig, és meg lett. Tehát semmi extrát, hanem ugyanabban a tempóban. Értem. Mekkora csapat ez együtt, így hetente? Igazából próbálom úgy megoldani, hogy gördülékenyen, tempósak legyenek az edzések. 2-3 csapat edz együtt, ez annyit jelent, hogy egy ilyen 10-15 fő van bent edzése. Nyilván attól függ, hogy ha van valakinek program, ő ugye nem tud eljönni az edzésre, de igazából ennyien dolgozunk együtt egyszerre. Igen. Mik a céljaid ezzel a sportággal? Folytatod majd a Vajdában? Igen, és ezt szeretném folytatni. Tökéletes. És hosszú távon? Hát úgy meg nem. Vagy az még annyira, nem, hogy nem. De, igen, de a Vajdában az mindenképpen. Igen. Na, akkor Vajdások tessenek örülni. Egy
újabb sportbajnok érkezik. Hát azért a Vajda azt lehet mondani, hogy minden sportágban szinte most el van tehetségekkel látva, rendesen, még nem csak a sportban, hanem a tanulmányi versenyek eredményében is, tehát nem panaszkodhatnak. Amikor elkezdtél versenyezni, vagy ezzel a sporttal foglalkozni, akkor hogy emlékszel vissza, hogy voltak rokonok családban, vagy ismerősök, vagy óvodástársak, vagy iskolástársak, vagy hogy? Igen, az unokatesóim, mind a ketten velük egy csoportba kerültem, és... Az jó. És akkor hát így, először ugye Nikinél kezdtünk el mi is aerobikozni. Igen. És emlékszem, hogy csak így öten voltunk. És hát ugye a két unokatesóm, meg még nekik két barátnők, így osztálytársuk. És akkor így kezdtünk el aerobikozni, aztán hát így ugyanolyan, először ilyen szép eredményeket értünk el, és aztán így még jobb. Szép. Nagyon jó. Sosem fordult meg a fejedbe, hogy más sportágra nyergeját? Hát ez biztos, de... Máshogy nem annyira. Máshogy nem. Tehát ez akkor ez nagyon hűséges versenyzők voltak, mert azért ez nagyon tiszteletre méltó. És azért, hogy a nézők ezt nagyon-nagyon tudják értékelni, tehát most az előbb ugye említettük ezt, hogy 2 perccel összement 1 perc 20 másodperccel. Tehát ezt ugye több szempontból lehet értékelni, hogy most ez jó vagy nem, de az a lényeg, hogy módszert, hanem a tartalmában tényleg egy nagyon pörgős, nagyon-nagyon látványos, sűrített produkciót kell kihozni, mert ugye az egyrészt hosszúnak tűnik, másrészt pedig olyannyira rövid, hogy ha valaki elvét valamit, ott már nem lehet javítani. Ott nincs javítási lehetőség, az adott pillanat dönt. Ez nem olyan, mint ha már szubjektivitásról beszélünk, más nagyon szép, látványos, de szintén pontozós sportág, gyönyörű mondjuk a korcsolya, ugye a műkorcsolya, akár a jégtánc, vagy a páros ott is, de hát azért ott a kűrök ehhez képest igen. Nagyon-nagyon hosszú, hát több percesek nyilván, de ez kemény feladat. Hogy sikerül egyébként a gyerekeket, mikor még kisebbek rászoktatni arra, hogy ha versenyre megy, ez nagyon rövid fellépési időt tartsák, és ebbe vigyenek bele mindent, mert gondolom, ez nem könnyű feladat. Igen, igazából ehhez már annyira hozzászoktunk mi is, meg a gyerekek is, hogy annyira nem tűnik fel nekik. Nyilván nekem kell meghatároznom az edzésnek a menetét, meg magát a gyakorlatokat, amiket elvégeztetek velük, mert ugye majd ez fogja megalapozni azt, hogy később kibírjanak akár fizikálisan és állóképességben igen, egy igen, ilyen igen, rövidnek mondható gyakorlatot. Igen. Egy-egy ilyen koreográfia, hogy születik mindig saját termék, tehát általában saját, igen, de igen. Most már hál' Istennek a lányokra is nagyon számíthatok. Főleg a nagyobbaknak mindig van valami ötletük, amivel tudják segíteni így a munkánkat Gréta, is. Gréta, te már bedobtál egy-két ötletet? Hát most a basic gyakorlatunkban, amit ugye a Magyar Kupára csinálunk, abban is volt olyan, ahol a terpezzel, amit találtuk ki a karmunkát. És vannak ilyen, ahol mi találunk ki. Hát ez valamit. Óriási segítség, ugye, mert akkor arról aztán tovább lehet lépni a következő koreográfia. Vagy tovább gondolom ugye, esetleg, pontosan, amit kitalálnak a lányok, igen. Igen. És ha már a táncórát emlegettük, akkor gondolom, hogy úgy szintén ott leszel a Maján is. Igen. Minden évben ott vagytok. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. Sok sikert, és köszönöm akkor szépen. Kitartást még a 8. osztály hátralévő heteihez. Ez már tényleg nagyon-nagyon hamar el fog igen pörögni. Nagyon szép ballagást, és utána még több sikert a Vajdában. És akkor megérkezett egy újabb ifjú hölgy vendégünk, mégpedig a Gréták után egy újabb gyönyörűséges névviselője, nevezetesen Illés Petra, hogyha jól mondom, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara gyakorló iskolájából. Jól mondtam, Maria? Jól, igen, tényleg. Köszönöm szépen. Petra, te hanyadikban jársz? 6. Már 6. jársz. Mióta aerobikozol? Hát én már lassan 8 éve. 8 éve.
Akkor gondolom, hogy ott helyben az óviba kezdték valamikor. Igen. Igen. Az osztályban sokan követik ezt a sport? Nem igazán. Nem? Az elején még úgy alsóba többen jártak, de most már egyáltalán nem jár senki az osztályomból. Én gondolom, hogy sok munka van ezzel, hogy nagy kitartás igen. kell. Igen. És te is ott voltál szombati diadalon. Nem. Te most nem voltál ott. Nem. Mi volt a legutolsó versenye? A legutolsó versenye a Magyar Kupa első fordulója volt, ahol igen. Challenge-ben is versenyzett, illetve step kategóriában is. És hogy sikerült? Hát stepből 9-ek lettünk, az még egy új gyakorlat, nem szoktunk annyira hozzá, de mi ennek is nagyon örülünk. Nagyszerű. Challenge-ből pedig negyedik. Negyedik, hát ez nagyon szép. Ezt a negyedik helyes koreográfiát gondolom, hogy ezt már régebben. Vitték a gyerekek, ugye? Így van, a challenge annyiból különlegesebb kategória, hogy meg van határozva maga a gyakorlat, tehát azt nem én találom ki, az egy központilag ja, előírt. Tehát ez kötelező. Igen, igen, és igazából itt a legnagyobb nehézség az, hogy így az élmezőnyben végzőknek már szinte teljesen tökéletes gyakorlatot kell bemutatni ahhoz, hogy mondjuk egy negyedik helyet igen. is elcsípjenek. Petránékat mikor viszi a csapat? Legközelebb versenyre. Május 10-én lesz egy versenyük, még ez ennek a fél évnek az utolsó verseny lesz. Ez a Magyar Kupa második fordulója, és igazából az lesz nyár előtt az utolsó hát nagy megmérettetés. Hol rendezik ezt a versenyt? Nyíradonyban fogják megrendezni. Hát ez egy csodálatos kisváros. Nagyon szép. Kedves nézők, arra biztatom önöket, ha nem jártak még Nyíradonyba, akkor föltétlen menjenek el. Föltél, nagyon-nagyon, és ezt nem viccben mondom. Hál' Istennek nagyon sokszor megfordultam ott az előző évtizedekben. Májusra már azt lehet mondani, úgyis azt szoktuk mondani, boldogult emlékük Ródi nyomán, hogy a Nyírség Magyarország virágos kertje, ez kétségtelen így van. De májusra csupa virág az egész Nyíradony, úgyhogy nagyon-nagyon, és szép a sportcsarnokok is. Igen, nagyon-nagyon, mert tényleg így mindig szép igen, időben megyünk. Az egész. Ott még eső nem esett, mikor versenyre mentünk, igen. Hát most én gondolkodnék, hogy ahányszor voltam Nyíradonyban, hogy esett az eső, nem volt hál' Istennek szerencsém az esőhöz. Te jártál már Nyíradonyban? Hát volt már ott versenyünk. Ja, hát akkor már most már hazajáró. Visszajárunk oda is, így van. Visszajáró vendégként érkeztek. Mit tervezel Petra a nyárra? Hát én szeretnék menni a balatoni táborba. Igen, ennek Maria mi a feltétele? Balatoni táborba a Magyar Kupán résztvevő versenyzőket szoktuk általában elvinni. Ez egy elég erős tábor, itt az kifejezetten az év második felére készülünk, akár új elemeket tanulnak a lányok, másfajta sportággal is megismerkednek. Jártál már ilyen balatoni edzőtáborban? Hát a tavalyin voltam már, igen. Hát akkor tavaly is nagyon jó idén zártál, hogy ezt kiérdemeltétek. A versenyzőtársával megy ilyenkor, Petra, vagy tehát a páros? Általában igen, csapatban versenyeznek, igen, és igazából pont nem nálatok fog hiányozni valaki, nem jön mindenki igen. a csapatból egyéb családi elfoglaltságok miatt, de vannak olyan csapatok a lányok közül is, akik, ahol mindenki fog majd jönni igen. a táborba. És akkor feltételezem, hogy a helyi edzőtáborban is ott lesz. Igen, valószínűleg. Valószínűleg, igen. Tanulmányokkal jól állsz? Igen. Mi a kedvenced? A tesi. Neked is a tesi, értelemszerűen, hát nyilván, akik ennyire tehetségesek, nyilván, hogy a tesi a legkedvesebb tantárgy. Ugorjunk valamilyen egy kicsit az időbe előre. A gyerekekkel ugye érintettük meg közösen is az edzőtáborokat. És ha jól értettem, akkor még a vakációig, akkor ez a Magyar Kupa igen, utolsó igen. verseny. Az év második felében milyen megmérettetésekre számíthatunk? Az év második felében remélhetőleg rendeznek barátságos versenyeket a kisebb
gyerekeknek, akik az ilyen meghívásos? Meghívásos általában, és itt tényleg arról szól az egész, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, mindenki részesül valamilyen jutalmazásban. Ez egy kis motiváció is egyébként, hiszen egy magyar kupa fordulóba, illetve egy diákolimpiába belecsöppenni azért elég nehéz dolog így lelkileg is szerintem. Tehát nyilván. Arra nagyon fel kell készülni mindenkinek, de ez a barátságos verseny meg tényleg erről szól, illetve lesz még kettő forduló a Magyar Kupa sorozatnak, jaj, illetve egy zárás. Igen. Ez akkor hagyományosan zajlik majd az élet. Szarvas, mikor számíthat legközelebb nagyobb verseny megrendezésére? Ide nem kaptunk lehetőséget, hát, eddig úgy néz ki, eddig nem, de jövőre nagyon szeretnénk valamit ismét, vagy egy diákolimpia döntőt, vagy esetleg egy magyar kupát, egy fordulóját, valamit nagyon szeretnénk. Hát nagyon-nagyon szurkolunk, és nyilvánvaló, hogy nem is tudnám elképzelni akkor az idei majálist Petra nélkül sem, te is fellépsz ezen a majálisten. Nagyon sok majálison fölléptél, gondolom. Igen, voltam. Egyébként még a gyerekeknek hát a kedvet csinálunk ezzel, mert ezzel is fogjuk mindjárt folytatni, ezzel a témával. Miért szereted ezt a sportágat? Hát én úgy magát eleve nagyon szeretem, szóval, hogy csinálni. Igen. Értem, aha. Mert például, amikor edzésen is erősítünk, akkor azzal is fejlődök, az egész sporttal fejlődök. Igen. Azt említetted a többiek nyomán is, hogy a testnevelés a kedvenc tantárgyad, de gondolom, hogy sok olyan lehetőség adódik a testnevelés órán, ami nem biztos, hogy az aerobikhoz kötődik, amit szeretsz, milyen sportágban. Hát, én igazából kipróbáltam a kosárlabdát is. Kosárlabdát? Igen, mert az iskolámban volt egy ilyen lehetőség igazából. Nekem tetszett a sport, meg minden, csak úgy az alkatom, meg úgy nem nekem való, de amúgy az is nagyon tetszik. Nagyszerű, hát ez egy nagyon szép sportág a kosár is. Igen. Akkor toborozzunk egy kicsit. Hogy áll a csapat utánpótlással? Folyamatosan várjuk az érdeklődő gyerekeket az egyesületünkbe, aki szeretné kipróbálni ezt a sportágat, akár versenyzési szinten, akár csak hobbiként. Nálunk mindkét irány működik, mindkét utat választhatják a gyerekek, ez már csak a szülőn múlik. Szokott olyan lenni, hogy a most éppen, vagy a korábbi időszakban is a versenyző gyerekek, vagy épp a nem versenyzők hoztak magukkal az edzésre, tehát ők bírtak rá gyerkőcöket, hogy... Volt olyan, igen, hogy becsatlakoztak évközben a barátnők, eljöttek, igen, már csak buliból meg kipróbálni, hogy milyen ez az egész. Igen. És akkor Marian, még azt mondjuk el a nézőknek, hogy hol van a fő hadiszállás, tehát hol zajlanak a edzései a csapatnak? Szarvason a ProGymben tartjuk az edzéseinket a földszinti terembe, és igazából megfelelő nekünk, de nagyon örülnénk, ha lenne lehetőségünk egy nagyobb terembe edzeni. Kedves szponzorok, akkor tessenek figyelni, tehát a BlueGym nagyon örülne egy nagyobb teremnek. Egyébként hogy állnak támogatással mostanság? Mert az elején is utaltunk erre, de most, hogyha az év végéig kitekintünk, akkor kihúzzák a mostani. Mindenféleképp úgy rakjuk össze, hogy jó legyen, és főként az önkormányzatok támogatnak bennünket, és így ezzel próbálunk mindig tartalékolni. Igen. Szó esett arról, hogy hál' Istennek vannak kondorosi versenyzők is. Igen. Gondolom, hogy ők aztán edzenek otthon is jócskán. Igen. Tehát ez akkor így vegyesen megy. Az edzőtáborokat is említettük, még beszéljünk egy picit a szarvasiról, mert ugye nagyon sok szülő szereti jó helyen látni a gyerekét a leghasznosabb helyeken. Ebbe a szarvasiba a külsős gyerekek is jelentkezhetnek, hogyha ha szeretnének? Tehát. Igen, nyílt táborokat szoktam szervezni általában, amióta átvettem az egyesületet, azóta próbálom
úgy összerakni a programokat, hogy olyan gyerekek is részt tudjanak venni a táborban, akik semmilyen alapképzettséggel nem rendelkeznek, és ennek alapján szeretettel várok minden érdeklődőt, aki szeretné elhozni a gyermekét egy aerobik táborba. Ugye minden pénzbe kerül a mai világban. Mire számítsanak a kedves szülők, hogyha úgy gondolják, hogy elküldik a gyereket? Igazából nálunk egy hétre 10 000 forint a tábornak a költsége. Ez tartalmaz minden programot, illetve napi egy főétkezést. És ez egy hazajárós tábor. Hazajárós tábor, így van. Körülményeket tekintve véve. Az edzőteremben? Az edzőteremben, a Pro Gymben tartjuk, igen. Nagyszerű. Vannak-e más kiegészítő programok az egy hét alatt, vagy edzések végig? Ez olyan... Délelőttönként edzések lesznek, ami kifejezetten az aerobikról fog szólni, és akkor délután pedig mindenféle program szeretnék tehát, majd. Mint a többi támogatás. Így van, tervezek uszodát, meg mindenféle kirándulást. Mennyire telített a mostani tábormezőnye? Május 1-től írtam a jelentkezést. Hivatalosan május 1-től írtam ki a jelentkezést, és igazából már most voltak visszajelzések, hogy már írjam fel rögtön azonnal a papírra, mert hogy ők jönni fognak, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a csapat egészének, Petra, neked is, és a sporttársaknak is nagyon sok sikert a továbbiakban, és a sokat emlegetett majális táncójára pedig nagyon-nagyon jó időt, és rengeteg nézőt, mert az a legjobb, amikor rengeteg a néző, és mindenki őrül a Blue Gym fellépéseinek. Kedves nézők, köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Mielőtt elbúcsúznék, akkor egy-két címszót azért még megemlítek, tehát ahogy a legelején elmondtam, volt a Erzsébet Liget második körönt fesztiválsátor 20 óra Egré Péter és zenésztársai, aztán 22:30-tól egy igazi vérforraló sztárcsapat, a Balkán Fanatik érkezik, nagyszerű, aztán holnap május 1-én a hagyományok jegyében térzenét ad a Városi Fúvószenekar a Vízi Színház parkolójában 9:45-től, amikor indulóikat megfújták, elfújták, jön a retro majális, felvonulás a fúvószenekar kíséretével a Fahídon át az Erzsébet Ligetbe, vendégeimtől hallhatták 13 órától tánc óra, táncvilágnapig államűsor, Hevesi Imin bácsi és barátai 16 órakor érkeznek, 17:30-tól pedig Csilla és a távoli rokonok szaggatják a húrokat a színpadon. Ja, és el ne felejtsem, hogy a Cervinus Teátrum művészei pedig 11:30-tól adnak ünnepi műsort. Hát nagyjából ez lesz. Most aztán csak a kérdése, hogy vajon az idő milyen lesz, de ezt majd hónap meglátják. Már az ifjabbaknak, a táncos lábúaknak jó szórakozást, az idősebbeknek pedig szép pihentető órákat, képernyők, rádió mellett, stb. Aludjanak jól, és ébredjenek holnap frissen, találkozunk a retro majálison. Minden jót, a holnapi viszontlátásig!